100 olyan rabot engedtek szabadon Nicaraguában, akiket az ellenzék politikai fogolynak tekint. A közép-amerikai országban amiatt vettek őrizetbe több száz embert, mert kormányellenes tüntetéseken vettek részt. A foglyok szabadon engedésével a kormány enyhíteni akarta a feszültséget a csütörtökön kezdődő nemzeti párbeszéd előtt. A tárgyalásokon Daniel Ortega, nicaraguai elnök autoriter kormánya és az ellenzék képviselői is részt vesznek. Nicaragua súlyos társadalmi, politikai és gazdasági válsággal küzd. Tavaly két kísérlet is kudarcot vallott a válság tárgyalásos rendezésére.